Egy 5,4 millió forintos beruházásról van szó, amiben az önkormányzat 1,6 millió forinttal támogatta ennek a kisteremnek a felújítását. Itt ajzat felújítás, parketta felújítás, lakkozás, csiszolás zajlott, a teljes körű festése. Még folyamatban vannak a vészkirejárati ajtóknak a gyártása és ugye a beillesztése. Készül még itt a kisteremben főbejárati ajtó csere, illetve magának a Szuhaj Sportközpontnak a bejárati ajtójának a cseréje. Ez egy elég nagy volumenű beruházás, melyet az Egyesületünk TAO-s támogatások beszerzésével vagy megszerzésével tudott megvalósítani. Ehhez hozzájárultak nagyban a dombovári vállalkozók, segítséget adtak nekünk ebben, úgyhogy külön öröm, rendkívül nagy öröm számomra, hogy ezt a projektet meg tudtuk valósítani. 25 felnőtt sportolónk van, ők is dombovári, főként dombovári gyerekek, egyetlen egy játékosunk van a kapusunk, aki tamási származású, amúgy arra építettük fel, igazából a célkitűzésünket, hogy csak dombovári érdekeltségű gyerekek, dombovári ifjú tehetségek játszanak ebbe a megye egyes futballba. Ha rossz idő van, itt edzenek az atléták, asztali teniszezők, de a futballklub tagjai is itt tartják erőléti edzéseiket, így erre a felújításra nagy szükség volt. Ráadásul az atléták napközis táborának helyszínéül is szokott szolgálni, mondja a Halmainé Horváth Katalin, a Dombovári Atlétika Egyesület edzője. A parketta nagyon régi volt, szerintem 30-40 éve nem volt felújítva, néhol már baleset veszélyes is volt. Tisztasági festés az volt, úgy tudom, nem olyan régen, de hát egy tornaterembe az évente szükséges, vagy két évente minimum. Nagyon ráfért, hogy fel lett újítva. Nyáron szoktuk használni, amikor ilyen napközis tábort szervezek én például a kis atlétáknak, akkor itt adott a hely a park, a kis terem és az atlétika pálya, ahol nagyon jó kis táborokat szoktunk tartani nyáron. Még 2018-ban pályázott a Dombóvári Futballklub a Szuhaj Sportcentrum csarnokának felújítására, akkor azonban nem jártak sikerrel. A város vezetése viszont felkarolta az ügyet, mondta Tárnok Zoltán, a Dombóvári Polgármesteri Hivatal sportreferense. Nem is sikerült akkor még 18-ban összegyűjteni erre a TAO-s forrást. Most polgármester úrral ezt átnéztük, és 21-ben sikerült erre forrást találnunk, összegyűjtöttük rá a szükséges TAO forrást. Az önkormányzat a költségvetésében belefoglalta, hogy a szükséges önrészt hozzáteszi, és ezáltal tud elkészülni ez a beruházás. Nyilván nem ilyen 100 milliós beruházásról beszélünk, inkább állagmegőrzés és kicsit ilyen renoválás, ami ebbe belefér, ebbe a keretösszegbe, egy 5,4 millió forintról beszélünk, de mégis azt tudom mondani, hogy mind a labdarúgókat, mind az önkormányzat büszkeséget tölti el az, hogy megvalósul a beruházás, hiszen ez is azt tudja bizonyítani, hogy a labdarúgásra szánt összegből más sportegyesület is, más sportág is tud részesülni, és ez egy ékes bizonyítéka annak, hogy a labdarúgás nem ellensége, hanem barátja a többi sportnak, és bízom benne, hogy ez a jövőben így tovább tud folytatódni. Dombováron egyébként egy sor sportberuházás zajlott le a közelmúltban. A városban sorra újulnak meg a sportolók által használt termek, pályák, öltözők.